Yeah. Sziasztok, itt Atis, és ez pedig a PvP Pro. Ez ilyen skill-es oldal, szóval attól függ, hogy tudtok skineket venni, hogy milyen jól játszotok, nem az, hogy... Hát jó, itt is vannak nyereményjátékok, de itt attól függ, hogy játszotok. Megmutatom majd, hogy hogy működik az oldal. Vannak 1v1-ek, 2v2, 3v3 és 5v5 versenyek, ami itt mindegyik versengőre van beállítva, szóval 30 körös általában mind a versengők, és ilyen olyan pályákra dob be, például az 5v5 az rendes versengő pályákra dob be, Dust 2, Mirage, mi ott még, Cobblestone, meg ilyenekre dob be, de viszont az 1v1 az meg ilyen játékosok által kreált pályákra dob be. Na, akkor rámentek a boltra. Itt tudtok skineket venni. Ez például az összes skin. De nem csak skinek vannak, hanem ide rákattintatok, hogy kategória. Vannak ládák, falfirkák, kulcsok, kések. A kések, hát az kibaszott drága, szerintem jó pár hónapot be kéne ölnötök abba, hogy kést tudjatok venni. Úgyhogy szerintem... erre nem is tudok mit mondani. De viszont ki tudtok már például 27-ért venni egy minimális kopással egy ilyen szürke M2249-et, akkor Negevet is tudtok már például. Szóval nem rossz kis oldal. Na, akkor hogyan is működik az oldal? Most jelenleg 1596 játékos van jelen pillanatban online, de ez szokott még több is lenni, tegnap például 4500 volt, ami elég jó, mert így gyorsan bedob őket a mérkőzésbe. Akkor ez a játékok, akkor vannak ligák, tudtok nevezni versenyekre is, ami, hogy is mondjam, sokba kerül. Sokba kerül, itt van, hogy például... Szóval, na, itt írja, hogy lehet belépési, lehet ingyen is. Ingyen is. Nevezni, és kaphatok egy tikettet, amit nem tudom, amit be lehet váltani, plusz 30.000 coint, és nem is tudtam, és lehet, értek, nem, ez például az pénzbe kerül. De nem tudom, hogy hogyan nyomtam, de valahogy véletlenül csatlakoztam a ligába. Vannak akkor ugye a mérkőzések. Itt is tudtok vagy free-be jelentkezni, csatlakozni. Ezek például a profi. Ezek már a profi versenyző csapatok. Ezek a profik. És tudtok ezek csatlakozni, vagy 50 coinba kerül. Itt például azt írja, hogy még 2 óra 58 perc van vissza. Úgyhogy tudtok még rá jelentkezni. Na akkor, hogyan működik a bolt? Például kiválasztatok egy... hát ez a Gunsmoke, ez nekem ez nem tetszik, mert túl kopott. De viszont van minivalvér, van Factory New is, szóval a gyári új is van. Például nekem ez van, erre trade-upoltam. Rámentek egy... nekem most mennyi van... Nem veszem meg. Csak például rákattintotok. Ott lesz, hogy... buy-ná, hogy most megveszitek. És akkor be kell raknotok a... regisztrálásnak be kell raknotok a... trade linket, vagy a profilotoknál, hogy működjön ez. És utána meg fogjátok kapni csereajánlatként, amit majd... amit majd ugye itt kaptok egy üzenetet, rányomtok, új ajánlatok, és akkor... Na, mindjárt megmutatom. Mert nekem volt egy pár ajánlatom. Úgyhogy, hogyha nekem például ezt vettem tegnap,
ezt a Revival csontmaszkot 19-ért. És akkor itt nektek akkor szürke ezt rányomtok, itt lesz egy olyan kocka, hogy elfogadjátok a csereajánlatot, vagy hogy kipipáljátok, hogy elfogadjátok, utána lesz olyan, hogy megbíztok-e az adott oldalba, oké, kipipáljátok, és elfogadjátok, és utána bekerül a tárgylistátokba. Na, erről ennyi is, akkor lehet eladni tárgyat, itt már egy kicsit nem komplikáltabb, csak sokat kell várni. Itt van ez egy gyári új, mit nézzétek, például ez az eladási ár, ez a javasoltár, és ennyit kapnátok érte. Ha ennyit tennétek fel, akkor ennyit kapnátok érte. Felteszitek, és akkor vártok vele nem tudom mennyit, és utána megjelenik itt egy ilyen üzenet, és hogy elfogadjátok el, és akkor nektek el kell fogadnotok a csereajánlatban, mert akkor az oldalnak ajánljátok fel az oldalt, vagy az ott adott embernek, aki megveszi tőletek magát a tárgyat, és akkor elfogadjátok. A pénzt azt, a coint azt később fogjátok megkapni, vagy fél óra, nekem volt, amikor 4 órát kellett várnom, hogy megkapjam a coint. Akkor van ezek a beta skinek, itt akkor azt hiszem csak, na, töltödj be, úgy. Itt csak a legdrágább skinjeiteket tudjátok eladni. Itt csak a legdrágábbat mutatja. Itt tudtok érmét vásárolni pénzért, például 1 euróért 1000 érmét, amiért már lehet olyan skint lehet venni, hogy beszarás, bez a behú. Ez komolyan esküszöm, hogy ott lehet venni érte. Aztán tudtok venni prémiumot a 1 hónapra 3. És akkor... Aha... Ez jó, ez, hát most nézem, ez a prémium, ez nem is olyan rossz dolog, mert ha nézitek, megveszitek például 1 hónapra, és ha nyertek 1v1-be, akkor nem 2 coint kaptok, hanem 30 ezer coint, öcsém, 30-at. Brutális. Akkor, hát is mondjam, mit mondjak még el az oldalhoz, de más nagyon nem tudok elmondani, kivel abba, még azt mondom, az jutott eszembe, na, azt elfelejtettem mondani, na, szinteket is léptek, én most például ezüst rangban vagyok, hát elég sok kéne az aranyhoz, itt írja például az, hogy mennyi fejlővésetek volt, mennyi halálozásotok volt, hánya töltetek, azt hiszem, mennyi játékot játszottatok, és mennyi a győzelmetek, még azt is írja, és az elo, azt jelenti, hogy ez ilyen pontszám. Most az határozta meg titeket, hogy hova kerültök például a ranglistába. Én például 840 euróval a 24.750-edik vagyok. Ami, ja, szar. Mi szar. Ha veszítettek, akkor persze visszaestek az elótok. Ha nyertek, akkor például 55-ben nyertek, akkor persze sok elót kaptok. Volt már 1100 is, amiből ugye kb. 600 40. pozícióba értem el. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha nem tetszett, diszlájkoljátok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!